például mekkora volt a korabeli Európa összlétszáma. És megtaláltam egy négykötetes 2006-ban kiadott demográfiai enciklopédia, a világ legmértékadóbb, legmérvadóbb demográfiai enciklopédiája, és ebben egy Biraben nevű szerzőnek, aki ennek a témakörnek a legjobb ismerője, megállapította, hogy Európának ezelőtt a népesség robbanás előtt a népessége 400 ezer fő volt. Na most ezek után kíváncsi voltam, hogy mennyi volt a korabeli Kínának a létszáma, és kiderül, hogy a korabeli Kínának 600-800 ezer fő volt a létszáma, 1000 évvel később. Tehát az azt jelenti, hogy akkor még ennél is kevesebbről kell gondolni, időszámítás előtt 5700-ban, vagy időszámítás előtt 4000-ben volt 600-800 ezer fő Kínának a teljes lakossága, a korabeli Kínának. És Indiának szintén 600-800 ezer fő. Tehát ez azt jelenti, hogy Európának, a Kárpát-medence kivételében Európának, Kínának és Indiának az együttes lakossága, ugye az mondjuk 600 ezer, 800 ezer, 1 millió 400 ezer plusz 400, 1 millió 800 ezer, és ennek több mint a kétszerese volt az a népesség, amelyik a Kárpát-medencét lakta, mert még egy 1 millió fő kiáramlott kelet felé, és ez az 1 millió fő az Erdély és a Felső-Tisza vidékéről települt ki, ezt egy másik forrásból tudom. És ezek jogarakkal temetkeztek. A jogarhordozó nép, amelyik az egész sztyeppét, az egész sejemutat uralta sok évezreden keresztül, vagyis ez azt jelenti, hogy legalább 3-4 millió fő áramlott ki, és ami itt maradt, körülbelül itt is kellett, hogy maradjon 6 millió fő, tehát ez azt jelenti, de hogyha csak 3 milliót veszünk, vagy 4 milliót, akkor is több mint a kétszerese a Magyarországon kívüli Európa, Kína és India teljes lakosságának több mint a kétszerese magyar volt 7500 évvel ezelőtt. Ugye olyan holisztikus rátekintéssel árasztod az összefüggéseket, hogy egy picit egy-kettőnél, hogy jobban emészthető legyen, belekérdeznék, ha megengeded, vagy fölvetnék valamit. Tehát egyrészt mondhatjuk azt, hogy a szkíta-hun magyar az bizonyos értelemben szinonív, vagy teljes a szellemiségében, nyelvében azonos, tehát ezt mondhatjuk. Tehát a szkíta, hun és magyar. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ez a terület, ahol a magyar népcsaládnak a népei éltek, ez egyrészt időben vehetünk nyugodtan, legalább 8000 évet felvennünk kell, és egy akkora hatalmas körzetet, aminek a teljes területe 25 millió négyzetkilométer. Mondhatjuk azt, hogy itt csak magyarok laknak, de azért laktak más népek is. A magyar volt a meghatározó, és hagyta, hogy függetlenül fejlődjenek a többi népek is. Őt megőrizzék a saját kultúrákat. De mégiscsak meg kellett különböztetni, most kiről beszélünk, amikor magyarokról beszélünk? Azokról, akik ott laknak, azokról, akik itt laknak, azok, akik ebben a korban éltek, vagy abban a korban, meg kellett különböztetni, neveket kellett, hogy kapjanak. Itt egy olyan mint egy hogy mondjam, mint ahogy az emberiség népeit is meg kell különböztetni egymástól, mivel ez volt az emberiségnek a legnagyobb népe, meg kellett különböztetni a magyar népeket egymástól, és az szerint, hogy kik hol éltek, és kik mikor, és ki volt a, melyik királyuk, vagy ki volt az a meghatározó egyeniség, akinek révén meg lehet különböztetni a többi népcsoporttól. Itt úgy lehet elképzelni, hogy egy magyarság egy népcsalád, amelyiknek számtalan sok nép volt a tagja. És a legkiemelkedőbbek, a legismertebbek, a szkíták, a hunok és a magyarok. Nyilván én látom ilyenkor a lelki személyem előtt kommenteket a Kaló TV-n, és tudom, hogy máshol is beszéltél erről, és természetesen a könyvedben ott részletesen, de legfontosabb, mik erre leginkább a bizonyítékok, ez persze inkább egy következmény, kicsit materialista álláspont, de hogy nézzük meg mind a három síkon ezt, hogy ez, amit most mondtál, ez miből áll össze? Leginkább miből állt össze neked? Igen, én azt gondolom, hogy az őstörténelmet nem sok kutatni kell, hanem az igazi tétje az őstörténelemnek az, hogy megértsük. És az, hogy véglegesen megértsük. Tehát ahhoz, hogy véglegesen megértsük, ehhez biztos tudásra van szükségünk. Hogyan lehet biztos tudást elérni egy olyan területen, ahol az elmúlt akárhány száz évben semmi biztos tudást nem tudtak megalapítani. De úgy tűnik, nem is nagyon akartak. Sőt, úgy tűnik, hogy mindent, ami biztos volt, azt megpróbáltak elbizonytalanítani. Hogy lehet, mégis biztos. Én úgy gondolom, hogy most a 20. század első évtizedeiben már lehetséges egy olyan összefoglaló képet alkotni, amit én, mint kívülálló csillagász, nekem, hogy mondjam, az az előnyöm, hogy
nem fogadom el azokat az előfeltevéseket, amit egy benfentes, belterjes szaktudós már annyira beleívódott, hogy ő már nem is veszi észre, hogy azok az alapfeltevések, mert az egész munkája alapszik, azok megkérdőjelezhetőek. És szükségünk van arra, hogy olyan alapkérdés, hogy föltegyük minden egyes tudományban a leges-leges, legalapvetőbb kérdéseket. Mert amíg ezek nincsenek tisztázva, addig az alapok bizonytalanok, és arra nem lehet biztos tudást építeni. Ha én olyan tudást szeretnék adni a magyar népnek, ami egy biztos tudás, ugye akkor kénytelen vagyok föltenni a legalapvetőbb kérdéseket. Ez az, amiben én, nekem előnyöm van a szaktudósokhoz képest, mert kívülálló vagyok, csillagász, ugye az egyetemes nagy egésszel foglalkozva, és a filozófiával, a biológiával is sokat foglalkoztam. Tehát ebben éreztem a lehetőséget, hogy itt előre lehet lépni. És ezért kidolgoztam ezt a módszert, hogy minden tudományágban föltettem, és azzal kezdtem az egyes fejezeteket, vagy föltettem a legalapvetőbb kérdéseket, és kerestem a válaszokat. Egyik barátom tanácsára azt is megtettem, hogy a minden egyes 11 tudományágnak a legjelesebb magyar szakértőit felkértem, hogy lektorálják a könyvem fejezeteit, és ne azt vegyék figyelembe, hogy az én érzékenységemet ne sértik vagy nem sértik, hanem azt, hogy itt a magyar népnek van szüksége egy olyan tudásra, ami a legjobb tudások szerint helytálló. És hagyd tanuljak én tőlük, és ne ők támaszták alá az én tudásomat, hanem én vagyok, én nekem az igazságra van szükségem, segítsenek abban, hogy az igazságot jobban megértsem. És ne kíméljenek. És ezért volt olyan fejezet, amit a lektorok háromszor visszadobtak, azzal, hogy egészen át kell írnom. És nagyon örültem, és az egész, még egyszer nekifutottam nulláról, azért is megértettem, hogy mit akar a lektor érzékeltetni velem, és haladtam közben ennek a visszajelzések, a segítségek a legalapvetőbb kérdések felé. És minden egyes fejezetet a legalapvetőbb kérdésekre épített, annak a tisztázására építettem. És így például kezdem a természetföldrajzi feltételek, amik egyáltalán nem lényegtelenek. Ha valaki jobban belegondol, az első civilizációk ott kellett, hogy kialakuljanak, ahol a természetföldrajzi feltételek ennek számára a legkedvezőbbek voltak. Az őstörténelemben együtt éltek a népek a tájjal, ez, és éppen az őstörténelem számára ez kulcsfontosságú. Tehát ez volt az első fejezet. És az első, hogy mondjam, két részre mondhatom a 11 tudomány, a természettudományokra és a társadalomtudományokra. Tehát kezdem a természetföldrajzzal, utána jött az embertan, aztán jött a genetika, aztán jött a fémművesség története, mert az is jól megfogható természettudományos módszerekkel. Aztán jött a régészet, ugye, mert annak van egy materiális alapja, ugye a lelet. A rajta a jelképek, az már átvisz a társadalomtudomány, az már egy átmeneti. Aztán jött a vallástudomány, ugye, ami már a társadalomtudományokhoz vagy a kultúra történetéhez tartozik. Aztán jött a népzenekutatás, a népmesekutatás, és akkor a nyelv, erről egyébként csak az a fejezet, amit a nyelvészetről írtam, az Ősi Magyarország című könyvben, az egy kisebb könyvnek teljesen megfelel, 250 oldal volt az én gépemen. Ez a rész, és akkor még az utolsó fejezet az, hogy ha itt volt, és akkor kirajzolódott, hogy ezek a térképek, ezek lényegében egybeesnek. Hogyha megnézem, visszavetítem azt, hogy ebben a korban hol éltek azok az emberek, akiknek azonos volt az embertani típusa, vagy azonos, akik ehhez az embertani típushoz tartoztak, vagy ehhez a genetikai csoporthoz tartoztak. Így kiderült például, hogy az időszámításunk előtt 5700-ban a Kárpát-medencéből induló ősi Európa civilizációnak a genetikai állományát a mai magyarság 45%-ban őrzi. Tehát genetikailag mi vagyunk az a nép, aki a legközelebb áll ehhez. De még sokat őriznek belőle a selyemút népei, még az oroszok és a skandináv, a finn és a többi népek is 20-30%-ot őriznek abból a népből, amelyik kiáramlott, ugye kelet felé, észak felé és nyugat felé. Ebből következik az a megállapítás, máshonnan is lehet tudni, de tőled mindenképpen, hogy az emberiség egyik ős népe, ez a magyar szkíta-hun népesség? Nagyon fontos kérdés, hogy ezt lássuk, hogy az emberiségnek volt ősnépe, és hogy ez a maga az emberré válás is egész más, mint ahogy ez a materialista civilizáció fölfogja, amelyik azzal a hozzáállással dolgozik, hogy régebben
műveletlenek voltak az emberek, és most az a nemzedék, aki most él, azt tudja a legtöbbet. És ez nem így van. Mert a részletekről egyre többet tudunk, de a nagy egészről egyre kevesebbet. És amire igazán szükség van, a részleteknek nincs értelmük, hogy az egész nélkül. Tehát elvét, hogyha valaki nem látja a fától az erdőt, ugye, az azt jelenti, hogy az emberiség nem tudja azt a tudást a saját javára, vagy az élet javára fordítani, hogyha nem látjuk az egészet, hogy nem látjuk az emberiség helyét, hogy mi a szerepünk a Földön, miért jött létre az emberiség, miért jó a természetnek, hogy létre itt az emberiséget. Ugye? És nekünk is az lenne jó, hogyha a szerepet, amire a természet bennünket szánt, azt a szerepet akarnánk betölteni, mert akkor lennénk teljes értékűek, ugye? Na és ezek mind tisztázatlanok, ezek a kérdések. De az őstörténelemben ezek nem voltak tisztázatlanok. Azok az emberek úgy, és az emberi válás maga egy olyan kozmikus beavatatási folyamat volt. Gondoljuk el, hogy ott van az ember, aki mondjuk mindjárt emberi válik. Mit jelent az emberi válás? Az öntudat fényének a kigyulladása. Az öntudat fényének a kigyulladása azt jelenti, hogy egy magasabb tudatállapotba kerül az emberiség hirtelen, hogy mondjam, egy magasabb tudatállapotba kerül. Ez olyan, mint a megvilágosodás élménye. Mivel ez a folyamat, az emberi válás folyamata, ez természeti erők által, vagyis elemi erők által zajlott, és az emberré válni, magasabb tudatállapotba kerülni azt jelenti, hogy olyan érzések gyulladtak ki bennünk, és olyan gondolatok gyulladtak ki bennünk, amiket a természet erői gyújtottak ki bennünk, és ezek a gondolatok, amiket a természet erői, elemi erővel kigyújtottak, a természetből valóak, tehát ezek igaz érzések és igaz gondolatok, természetes érzések és természetes gondolatok, hogy a valóságról adnak valóságos képet. Megértettük a világegyetem lényegét akkor, amikor emberré váltunk, mert a természet, vagyis a valóság erői bontakoztak ki és emelkedtek egy magasabb tudatállapotba az emberré válás által. Tehát ez egy szinte tökéletes állapot, a mai ember számára nehéz fölfogni, hogy hogyan lehet az, hogy olyan érzéseket, olyan gond érezni, amik a valóságból, az igazságból, igaz érzéseket, amik elemi erejű érzések, és amik szinte láncreakciószerűen gyújtják ki egymást, és olyan gondolatokat, amik elemi erővel gyújtják ki egymást, az igaz, újabb és újabb igazságokat, és ebben az állapotban élni, lánglelkű és lángeszű életet, emberi, ezek az emberek teljes értékű emberek voltak. És teljes értékű élőlények. A mai ember nem teljes értékű ember. Embert kéne faragni magunkból. Hogy emberré kellene válni. De nem válunk igazán emberré a nyugati civilizáció, mert az egész civilizáció kizökkent. És arról gondoskodik, hogy mi is elidegenedjünk önmagunktól. Tehát az ős népeket, beleértve akkor ez a magyar szkitahun közösséget, ez jellemezte, és ez érezhető, bizonyítható, levezethető. Ez érezhető, bizonyítható, levezethető. A Ősi Magyarország című könyv és a Sejjenbút őstörténete című könyvben kimutatom és érzékeltetem, hogy itt több milliós éves folyamatról van szó, maga az emberré válás folyamata több millió éven keresztül zajlott. Minden bizonnyal 10-12 millió évvel ezelőtt az úgynevezett Rudapithecus, a rudabányai ősember, hogy ne majomnak nevezzem, ugye mint a madrista tudósok, mert egyenes arca volt már 10-12 millió évvel, nem úgy, mint a simpáznak, ugye szinte kutyaszerűen előre álló, hanem egyenes arca volt a 10-12 millió évvel ezelőtt az úgynevezett a rudabányai, pont a Kárpát-medencében van az az ember egyedül a világon, ahol a legrégebbi lélek, ami emberszerű, és aminek egyenes arca van. Már sokkal egyenesebb, mint a majomnak, tehát ég és föld a különbség. És meg is mutatom a térképeket. A Kordos László volt az a lektor, akivel egyeztetem a kérdésben, és hát nagyon izgalmas gondolatmeneteket cseréltünk ki. És ő is mondta, hogy ez egy tisztázatlan kérdés, de nagyon izgalmas kérdéseket vetettem föl ebben a könyvben. Tehát én azt gondolom, hogy 10-12 millió évre vissza lehet menni, de azt is látom, hogy ez nem egy olyan biztos, nem lehet 100%-os biztonságra venni. Amit biztosra lehet venni, az, hogy 2 millió éve kialakult már egy olyan emberiség, amit úgy hívnak, hogy Homo erectus. És ez a Homo erectus,
ez koponya tisztelő emberiség volt, ugye, mert értelem tiszta, ugye az az értelem, ami kigyulladt bennünk az emberi válláskor, ez a kozmikus erőké volt, hogy a mai ember úgy mondaná, hogy isteni erők volt. Erő volt, a természetet istenként tisztelte az ősi ember. Ugye, tehát itt ezt az értelmet, mint a természettől kapott magasabb erőt, szintén isteni erőként tisztelő, értelem tisztelő volt. Ebből fakad a koponya tisztelet. Melyik az a nép, amelyik a koponya tiszteletet a legtovább őrizte, és amelyik még a koponyákat meg is nyújtotta, hogy kifejezze a koponya tiszteletét? Ugye, az két a hun magyar nép. Ide varrom be azt a kérdést, amire te is emlékeztél, és hogy ne felejtsük el, hogy akkor hogyan lehetne definiálni a nemzetet, vagyis hogy miben él a nemzet. Ugye ezt már egyszer fölvezettem, ugye nyelvében, szellemiségében, hogy fogható ez meg ebből a nézőpontból, ebből a komplex nézőpontból, amiben ez összeállt? Azt gondolom, hogy ugye itt összecsapnak a különböző álláspontok. Van, aki azt mondja, hogy itt egy vérből valók vagyunk, ez számít, és ez tényleg nagyon sokat számít. Ugye, hogy mennyire számít, hiába vannak, akik vitatják. De gondoljuk meg, hogy ott van a családunk például. Számít-e az, hogy az édesanyánk és édesapánk gyerekei vagyunk? Persze, hogy számít. Ugye, hogy ezt vitatni, hogy mondjam, oktalanság. Tehát ez képtelen. Tehát aki erre hajlandó, az már elvetette a súlykot, a valóságtól elszakadt. Tehát ebben igenis nagyon sok, és a régi társadalom úgy épült föl, hogy a családok, családjai természetes leszármazási rendben alkották a nagy családot, a nemzetségeket és a nemzetségek szövetségeit, a törzset, és ez nem Árpád idejében jött létre, hanem ez a természet rendje. Ezt nem Árpádék találták ki a természet rendjét, hanem a természet rendjének felelt meg Árpád népe. Ugye, tehát ez ősidők óta így kellett, hogy legyen. És ez azt jelenti, hogy ez egy természetes leszármazási rend szerint alakult. A nemzet szó az is azt mondja, hogy a nemzés, tehát hogy az szerepet játszik, ma már úgy mondjuk, hogy genetika, a közös eredet, az igenis egy nagyon lényeges. De mégsem mondható kizárólagosnak, ugye, és a másik véglet pedig ott van, hogy például a 48-49-es szabadságharcban hány lengyel állt, de még osztrákok is a magyar szabadságharc oldalára, és akinek láglelkű magyarrá vált külföldi idegen vér, hogy úgy mondjuk, azoktól hogy vitathatjuk el a magyarságnak azt, hogy ő most magyarként viselkedett. Hogyha az embert a tetteiből ismerjük meg, akkor aki magyarként viselkedik, azt el kell ismerni magyarnak. Ez is igaz. Én azt mondom, hogy a magyar, az, aki a magyarság a magyar sorsközösségben, a magyarság oldalára áll, és a magyarság javát, tehát az magyar őstörténelmet, a magyar őstörténelemben kifejeződő eredeti önazonosságunk oldalára áll, és azt mondja, hogy ezt szeretné továbbfejleszteni, mert minden önazonosság közül van egy kitüntetett önazonosság, az első eredeti. Tehát, hogyha valakit leütnek és átalakítják a mesterségesen az egyéniségét kémiai szerekkel, vagy hipnózissal, vagy egyebekkel, és kialakítanak egy új önazonosságot, akkor az már nem lehet olyan teljes, és nem lehet olyan egészséges, mint az eredeti. Az az igazi. Azt látni kell, hogy a magyar nemzet önazonosságában is az a mérvadó, az kell, hogy legyen, ami a magyar ősvallás, a magyar őstörténelem, az ad alapot ahhoz, hogy mi a magyar. Ezért az, aki ennek az oldalára áll, az cselekszik a magyarság, hogy mondjam, időtlen önazonosságának megfelelően, és aki a magyarság időtlen önazonosságának megfelelően cselekszik, és egész életében ténylegesen és mélyrehatóan ezt képviseli, ugye azt magyarnak kell elismerni akkor is, hogyha esetleg genetikailag, vagy genetikailag nem magyar. Nehéz ezt szavakkal, sőt közérthető szavakkal adott esetben leírni, bár én úgy érzem, hogy meg hogy ismerlek téged, te ezt nagyon tudod, akkor ez egy beállítódás, egy szemlélet, ami erre az alapvető őselfhez kapcsolódik, hát a magyarság képvisel, hogy akkor abban áll, hogy attól magyar a magyar? Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos, és talán ez a leglényegesebb üzenete a munkásságomnak, hogy a világ értelmezése és értékelése, az élet értelmezése és az értékelése, itt van tanulnivalónk. Nem értékeljük az életet, nem értékeljük a világot, értékeljük az anyagiakat,
sokkal többre, mint kellene. Fontosak az anyagiak, de az élet még sokkal fontosabb. És az anyagiak csak annyiból fontosak, amennyiben az élet javát szolgálják. Tehát én azt gondolom, hogy igazából a világértelmezés és világértékelés, életértelmezés, életértékelés mind arra való, hogy döntéseket hozzunk. És a döntéseknek a fő szempontja, hogyha az élet fölemelése, ugye, akkor mi úgy döntünk, ahogy egyébként a magyar nyelv megszületésében is ott érvényesül ez a világlátás, ez az életfelfogás, ez a világnézet. Ott van benne, ennek alapján alkottuk meg a szavainkat. Tehát azért mondhatjuk azt, hogy ez a nyelvében él a nemzet, ezért áll közel nagyon ehhez, ha nem is azonos, mint amit mondasz, mert az egy szemléletet, egy látásmódot képvisel, hiszen az idegen nyelvekről is elmondható, hogy minden nyelv gondolkodik valahogy. Hát a magyar nyelvben pedig benne vannak ezek az ősi tanítások, hogyha megértjük a magyar nyelvet. Hogy mondjam, a pacsolattiszta lelkére és szellemére, szelleme ebben a nyelvi világban nő fel, és mivel a magyar nyelv ős nyelv, és nem egy olyan megterhelt nyelv, amit már a történelmi viszontagságok megterheltek és kisiklattak és átértelmeztek, ezért a magyar nyelvet megtanulók, azokban az az ősi látásmód is bekerül a lelkükbe, ami nem az a materialista látásmód, amit a nyugati társadalom, a nyugatizálódó magyar országon érvényesíteni akar. Na most ugye, amiről beszéltél, abból is következik meg, hát nyilván az eddigi kutatásaidból és máshonnan is ugye voltak ilyen meglátások vagy rálátások, hogy akkor, amit mondtál, abból következik az, hogy a honfoglalás az mint olyan nem honfoglalás volt, hanem akkor a magyar szkíta hun népesség az nem honfoglalt, hanem már itt volt. Ez a honfoglalás, ez egy, hogy mondjam, egy gyilkos kifejezés. A lehető leggyilkosabb kifejezés. Mert ez azt fejezi ki, hogy nekünk semmi közünk nincs az őseinkhez. Itt mi jogosulatlan bűnözőként erőszakkal betörtünk, és kivertük innen, vagy ráhatalmoskodtuk magunkat, ugye az itt élő népekre, akik egyben nőttek a tájjal, és akik ezen a tájon születtek, cseperedtek föl, és élték a békés világukat, bejött ide egy idegen, briganti, bűnöző csoport, hogy úgy mondjam, és az erőszakban. Ezt sugallja ez a gyilkos kifejezés, amit bizony édesapám fedezte föl, Kolozsvári Grandpierre Endre, hogy 1848 előtt ilyen kifejezés nem létezett. Voltak nyelvújítási szótárok, szerepel benne sok, nagyon sok szó, de honfoglalás kifejezés véletlen, kalandozás kifejezés véletlenül sem. Ez egy, hogy mondjam, gyilkos, szellemi, a mai világot jellemzi, hogy lelkileg és szellemileg akarnak megölni bennünket. És ennek a gyilkos hadműveletnek a egyik fő állomása, a fő megnyilvánulása, azok, hogy a fogalmakat hogyan, új fogalmakat csempésznek be, és arra építik a szemléletünket. És hogyha az mindenki, aki ezt a kifejezést használja, az tulajdonképpen elidegeníti a magyarságot magában és mások számára, ugye attól a valós őstörténelemtől, amiben egyetlen egy magyar krónikában nem szerepel ez a kifejezés. Mindenhol az szerepel, meg lehet nézni a középkori magyar krónikákat. Ugye a magyarok hazajövetele, a magyarok visszajövetele, a magyarok újabb visszajövetele. Mindegyikben csak ezek a kifejezések. Ott vannak feketén-fehéren. Feltételezem, hogy egy viszonylag érett személyiséggel, önreflexióval és tudatossággal, vagy akár tudományos tudással, az nem kérdés, hogy maga az önazonosság tudat bármilyen szinten az miért lényeges, tehát akár personálisan nézzük, akár családi, akár nemzeti szinten, de most térnék vissza egyik indító kérdéshez, hogy akkor ezek szerinte osztod, hogy a nekünk magyaroknak az identitásunk gyógyításával van dolgunk, és amennyiben osztod, hol sérült ez vajon? Már a honfoglalással, a kereszténység felvételével, turániátok, később történelmi alakulása, 48, vagy, tehát hogy lehet ezt megfogni? Most néhány szempontot fölhoztam, amit úgy lehet tudni, meg közforgalomban van, és a teljesség igénye nélkül. Nehéz kérdések ezek.
és hogy mondjam, milliók, sok-sok nemzedék életét érinti. Sok-sok magyar nemzedék nőtt fel úgy, hogy, hogy az életét áldozta a kereszténységért, a nyugatért, sok olyan értékért, amit az a helyzet, hogy a 21. században most, ebben a történelmi helyzetben, és mindent, ezzel a tudással, amit ma látunk, nem tudok teljesen egyetérteni. De attól még azt a jó szándékot sem vitatom el, és azt a tény sem, hogy a kereszténység és a többi, és a nyugat is mennyi jót köszönhet a magyarság a nyugatnak, mert biztos, hogy köszönhet, mert nincs semmi olyan, ami csak kizárólag rosszat. Én azt gondolom, hogy az mindent, ami jó, meg kell becsülni, és mindent, ami rossz, el kell vetni. És így kell megközelíteni a történelmünket is. A Selyemút őstörténetet színű könyvemben van, szerepel egy olyan fejezet, amit nem hittem el, hogy ezt hogy ilyesmit egyáltalán meg lehet majd írni. Amikor fölbukkant az a lehetőség, hogy de jó lenne egy ilyesmit megírni, akkor azt mondtam, lehetetlen. És végül mégiscsak sikerült. Aminek az a címe ennek az ötödik fejezetnek, milyen volt az ősi Magyarország. Ebben bemutatom az ősi magyar filozófiát, tudásrendszert, bölcseleti rendszert, hogy erről volt szó. Utána bemutatom a magyar államszervezés, a magyar intézményrendszert, a magyar államszervezés gyökereit. Ugye a hunoknak is volt hihetetlen fejlett államuk, sok a kínaiak megemlékeznek róla. Ez egy különleges dolog, a mai világot jól jellemzi, hogy demokráciának tünteti föl magát, vagyis úgy, hogy mintha a nép lenne hatalmon, és ebben ezzel takarózik, hogy úgy mondjam, de kilóg a lóláb. És van egy olyan eszme, amit az ősi magyarok vallottak, és ezt úgy hívják, hogy a népfelség eszméje. És ez egy elképesztő eszme, nagyon nehéz megérteni, de mégis meg lehet, és ez azt jelenti, hogy a nép maga isteni, kozmikus erőknek a megtestesülése. Egyrészt a táj, amiben az a nép, hogy mondjam, őshonos, az a tájban élő természeti erők. A természet nem csak anyagi erőket jelent, hanem lelki és szellemi erőket is. Mert a világegyetem él. Ezért újra kell értékelni azt, hogy a tájban igenis érzések lappanganak, és gondolatok, szellemiség, a tájat érzés és lélek és értelem is irányítja a táj formálódását, és annak azoknak az életközösségeknek az alakulását is, amelyek ott születtek a természeti erők akaratából, és ott nőttek föl. És maga az a természeti, az a kozmikus teremtő erő, a világegyetem alapelvei átjárják az élő világot, az embert is, és a néplelket is. Tehát például a népzenei fejezetben Bartók Bélára hivatkozok, aki azt mondja, hogy a népzenének kétféle fajtája van. Az egyik az, amit ma ismerünk, ami a rádió, televíziós, benne van a köztudatban, ami bizonyos ismétlődő szakaszokból áll, és amiknek ismerjük a szerzőjét, amik gyakorlatilag műdalok. És van egy olyan igazi népzene, amit Bartók igazi parazenének nevez, ami azt mondja, hogy ez egy megtisztult tudatállapotban születik, minden külső befolyás nélkül, egy természeti erőből, egy természeti erőből. Vagyis Bartók itt azt mondja, miután itt ez a természeti erő, a zenei alkotó ösztön. Létezik egy olyan természeti erő, ami az emberben ösztönként van jelen, és ez a népművészetnek ez a forrása. Tehát a néplélek, mert a néplélek az egy természeti erőnek a megnyilvánulása is. Ez a természeti erő, ez az életösztön, az életösztönnek a lényegéhez tartozik, hogy a legmagasabb szintre fejleszte az életet, és amikor kifejleszti a legmagasabb szintre, akkor kibontakoztassa a legmagasabb szépséget, amire képes. Ez az életnek a lényege. És az a legmagasabb szépség kibontakozását lehet úgy hívni, hogy népművészet. Még ma is így van, sok zenész, művész arra irányul, azt szeretné, hogy a lehető legszebb művet hozza létre. Ugye a néplélek az egy önálló valóságegység, egy magasabb szintű, egy csodálatos közösségi létező, ugye az emberiség egy még magasabb szinten, és az élővilág egyetemi még magasabb szinten, és a néplélek maga is egy valóság.
Egy olyan valóság, ami rendkívüli hatóerő, és az ember képes ezzel élni. És ebből ez élteti a népművészetet. És ez az erő, ami a népművészetet élteti, ez ma is él. És akkor a népzenét bemutató fejezetben bemutatom azt, hogy a magyar népzenének az ősrétege, az olyan sámán, vagy olyan mágusok, mágikus zenék, amik nem véletlenül kezdődnek. Népdalküszöb az azt jelenti, hogy a természeti képet vázol fel. És a természet indítja meg a lelket, mert a természettel összeforrott. És az a természet, ez egy isteni, kozmikus teremtő erő, ami megindítja az emberi lelket, és ebből indul meg a népélet. Ismeri a munkásságodat, az mint zenész, zenészi mi voltodban is megjelenik ez, amit most mondtál. Nyilván ezeket tételesen végigveszed a könyvedben, tehát a Sejem útős története című könyvben, illetve ez egy bővebb cím. Amellett, hogy az ősi Magyarországnak bemutatom az intézményrendszerét, bemutatom a gazdasági életét is. Tehát sokoldalúan 5 különböző fő szempontból be tudom mutatni, részletesen kirajzolódik egy olyan Magyarország, ami hogyan minden várakozást meghaladóan gazdag, rendkívül magas műveltségű, rendkívül nagy létszámú népről beszélhetünk a 13. századig. A magyar nemzeti önazonosságot ebben a népben lehet megtenni. Édesapám a Történelmünk Központi Titkai című könyvében már felfedezte, hogy a 13. századig és tulajdonképpen Géza király, tehát István előtti Géza király koráig a magyar közösség, és azt megírja minden krónikán, és édesapám volt az egyetlen, aki ezt fölfogta, hogy mit írnak, hogy a magyarság a magyar nemzeti jelképeket hordta egészen Taksony fia Géza király idejéig. Addig mi a magyar nemzeti jelképeket hordoztuk. És édesapám föltette a kérdést, hogy addig, és tovább már nem. És akkor megírja ugyanaz a krónika is már, hogy nem csak a nemzeti jelképeinket. A magyarok saját maguk hozták a törvényeket egészen Taksony fia Géza király idejéig. És ezek a krónikák, mivel Taksony fia Géza király ideje után születtek, igen, nem érezhették ki nagyon, hogy de most már nem így van. Ugye, mert akkor már ott uralkodott rajtunk egy olyan rendszer, ami elvette tőlünk a nemzeti jelképeinket, elvette tőlünk az eredeti vallásunkat, el akarta venni az eredeti önazonosságunkat, mindenünkből ki akart forgatni, és ezért már olyan félig meddig burkoltan kellett fogalmazni, úgy, mint a kommunizmus idején. Ugye édesapádat a Tudományos Akadémia ott meg is akadályozta egyben, ebben a dologban, ott kapott valami Gellert ez a dolog. Igen, ezt a Tali Jüngörűs című könyvnek a kapcsán, illetve magyar őskronika kapcsán édesapám megírja, hogy mi minden történt, amikor megpróbálta elérni, hogy ez a magyar őskronika megjelenhessen. És hogy lekerekítsük a beszélgetést, azzal, ahonnan elindultunk. Állást foglalsz-e abban, hogy mi lehet egy belső vagy külső oka a mi identitás, önazonosság témáknak, hogy mi az őstörténetünkhöz ugye nem tudunk kapcsolódni, legalábbis most nem, jelenlegi állapotban, és vannak, akik kapcsolódnak, de hát most össznemzeti szinten, és hogy tudnánk ezt gyógyítani, pontosan annak a tekintetében, hogy most én azt gondolom, hogy a magyarságnak azért elég fontos szerepe van és volna abban, ami történik most a bolygón. Én azt gondolom, nagyon fontos látni azt, hogy a magyarság az élet és az értelem egyetemes értékeihez kötődött, és ez az igazi magyar önazonosság. Ez azt jelenti, hogy nem a viszályokra és a sérelmekre kell előtérbe helyezni, hanem föl kell építeni egy olyan, a magyarságnak építő tevékenységet kell folytatnia, ahelyett, hogy másokra mutogatna, ahelyett meg kell találni a Kárpát-medencében, és a nagyobb környezet, tágabb környezetünkben is, mindazokat a népeket, akikkel építően tudunk együttműködni a magyarság és az emberiség, a minden nép javára.
Ez a világmodell, ami kirajzolódott, ez nem csak életközpontú, hanem közösségközpontú is. Mert az egyén mellett ugyanolyan központi szerepet játszik a család, a nemzet is ugyanolyan életfontosságú, mint az egyéni élet. Tehát anélkül nem teljes értékű az egyéni élet, hogyha a családot nem becsüli meg ugyanannyira, mint a saját egyéni életét, és a nemzetét ugyanannyira, mint a saját egyéni életét, és mint az emberiségét. Ugye, tehát az emberiséget a népek családjának minősíti a természet. Lehet, hogy a mai világban szeretnénk egymásnak ugrasztani és uszítani a népeket, a vallásokat és így tovább, de a magyarságnak, a magyar önazonosságnak a legtisztább válfaja azt mondja, hogy nem az ellenségeskedésben van a magyar igazi önazonosság és a magyar jövő, hanem az eredeti rendeltetésünk betöltésére kell összpontosítanunk az erőinket, az építő együttműködésre, mint pedig az olyan építő együttműködésre, ami hosszú távon, hogy mondjam, kivon bennünket a nyugat tudaternyője alól, vagy hogyha még pontosabban szeretnénk fogalmazni, a materializmus alól. Hogyha a nyugat megváltozik és nem materialista, annál jobb. Nem nyugat ellenességről van szó, hanem arról, hogy a materializmus túl szűk ahhoz, hogy a valósággal, a fenntartható fejlődéssel, az életközösségek megbecsülésével, a biodiverzitással, az előttünk álló problémák megoldására nem alkalmas. És ezt látunk, és nekünk, magyaroknak, akiknek életközpontú, közösségközpontú és természetközpontú világnézet jelenti az önazonosságunknak a magját, nekünk különösen van, és a székelyeknél, ugye, akik a közjogon alapuló társadalmi intézményrendszerük van, és ezért a jövő, ugye nem a magántulajdonon, hanem a közjogon alapszik majd az a jövő, amiben az együttműködésre sokkal nagyobb lehetőség lesz, mint a magánjog kizárólagosságán. Ugye ezeket az ismereteket meg kell szerezni, és ezeket az értékeket kell képviselni, és így tudjuk a saját életünk felemelésére is minden erőnket, energiánkat, képességünket mozgósítanunk kell, ahelyett, hogy panaszkodnánk, gyakorolni kell az élet felemelő erejét minden pillanatban, egyénileg, közösségileg és a nemzet szintjén egyaránt. Thank you.